Rengetegen azt keresték, és rengetegen fordultak a rendszerváltáskor Istenhez. És utólag visszagondolva azok maradtak meg, akik a feltámadás, az örök élet, az Istenbe vetett bizalom, az Istenbe vetett hűség, az Isten hűsége miatt fordultak. Azok, akik azért fordultak, hogy ebből a szocialista családmodellből, ebből a szocialista anyagi helyzetből kitörjenek, azok nem maradtak az Úrban. Mert ha megnézitek, a jóléti evangélium mikor trafálta tele Magyarországot, a 70-es évek végén tette be a lábát, és a 80-as, 90-es évekre rúgta ki magát. Miért? Hát mert jöttünk 89-be, ugye jött mindenki, szinte az ország nagy része ugyanabban a háttérben volt. Nem volt ekkora a zolló, mint ma. Egyáltalán nem volt. Ma jóval rosszabb a helyzet, mint a rendszerváltáskor volt, mert rendszerváltáskor nagyon sok hasonló ember volt. Hogy ahhoz, hogy te hívő emberét tudjál válni, annak elengedhetetlen feltétele a gondolkozás megváltozása. Milyen, most egyszerű dolgokra gondolok. Nem gondolkodhatsz úgy az Isten országáról, mint egy földi országról. Nem gondolkodhatsz úgy az Istenről, mint egy politikai vezetőről. Nem gondolkodhatsz úgy az Isten törvényeiről, parancsolatairól, mint emberi szabályokról. Mert ez nem egy világ. Azt mondja, hogy az egyik az olyan magasan van az egyik a másiktól, mint a földtől az ég.